Sziasztok, ez itt a Bögre csatorné, Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader Kings Victoria 3-at. Kettem itt. Szóval Victoria 3 Let's Play sorozatot, ott, ahol legutóbb abba hagytuk, ahol igazából sok izgalmas dolog nem történik, csak egy kattingatok, és remélem, hogy a számok brrr felfelé. De hogyha nem, akkor ez szomorú. Van per küldetésem az algériai department, Mazi Fulion, Dunkirk, Turmoil, oké, 10% ati Turmoil, igen, meg Incorporated, meg hasonló dolgok várnak rám. Az Incorporation az például nem kezdődött még el. Ó, szuper, nem kezdődött még el. Most be fully owned incorporated. Igen, az még nincs. French Foreign Legion. Full Any Building Barak. Level 20. 50%-os foglalkoztatottság. Megvan a 20, megvan az 50%. Itt megvan a 20, megvan az 50%, megvan a 20, és pont nincs meg az 50%, hát jó van, akkor majd akkor mindjárt dolgozok rá, hogy mit lehetne ezzel csinálni. És ugye alapvetően nem, tehát hogy így ez kicsit zavar itt engem, hogy a popok egy jelentős része az a minimum elvárt életszínvonal alatt tengődik jelenleg. Nem tudom, hogy ezzel pontosan mit tudnánk csinálni, de majd kitalálom idővel, gondolom. Vagy az idővel majd így ez megjavul magától. De jó lenne. Na mindegy. Amit talán ilyen prió lehet most, az az, azon túl, hogy itt lejjebb kell vinni megint az árakat, a manóvárak árait, a tüzérség árait, a vast és az eszközök árait, azon túl nagyon fontos lenne, hogy nem tudom mi. Mi lenne nagyon fontos azon túl? Ja igen, a bürokráciának a kiépítése, mert jelenleg ugye azért nem tudjuk bekorporálni, szép szóval, ezeket a területeket, mert hogy a világ összes cuccát elvinnék, a világ összes admin pontját elvinnék, vagy hogy hívják ezt bürokrácia pontját elvinnék. Valószínűleg így is elfogják, szóval szóval idővel oda el kéne jutnunk, hogy ezt meg tudjam tenni. Csak most, hogy várok, hogy kicsit kiépítsünk egyfajta, nem is tudom, kincstárat. Legyen egy kis pénzünk, I don't know. Tudom, fura dolog, de tök jó lenne. És amúgy a munkanélküliség az még mindig óriási probléma az országban. Megnézzétek, 80 ezer munkanélküli, 74 ezer munkanélküli, egy munkanélküli, az a legdurvább, 73 ezer. Az a jó hír, hogy amúgy építkeznek például itt ők, a befektetők, private construction az zajlik, méghozzá Champagne-ba az egyik, Champagne-ba, ahol mondjuk pont nincsen munkanélküliség, fantasztikus ötlet volt oda rakni. Aquitaine-ben ott van 24 ezer, szóval legalább az valami. Pondicherry-ben. Hol vagyunk Pondicherry-ben? Hol vagyunk Pondicherry-ben? Miért nem mész el Pondicherry-be, hogyha azt mondom? Azt nem tudom, hogy kell használni? Maybe. Go to tea plantation. Nem. Pondicherry érdekel. Az van itt így nagyon messze, nem? Ez az a kieső rész. Aha. Jó, megtaláltam manuálisan, mint egy jobbágy. Low countries, ahol még zajlik építkezés, itt sincsen munkanélküliség, de hát ez fantasztikus, és Pondicherryben meg még egy. Szóval, hogy ezek egy része oké, egy másik része nem annyira oké, ezeknek az építkezésnek Bretagne-ban egy wheat farm, jó, az mondjuk szuper. Szóval, vagyis annyira nem. Mert az parasztokat alakít át. A farmok azok nem megoldások, mert az ugyanúgy fenntartja a munkanélküliséget, akármennyire is nem. Akármely is úgy tűnik, hogy valami történik, aktuálisan nem történik semmi, ami igazán jó lenne. Szóval, visszatérve oda, hogy nektek kéne itt a barakokat. A barakok mindjárt felmennek 50%-os foglalkoztatottságra. On this, Austria ended the rivalry with Kingdom of Prussia. Oké, okay, hát ahogy érzed, szerintem a poroszok még mindig parák, de majd hát, ha nem. Új political movement, enact presidential republic. Meggyőzhető vagyok róla, bár most ugye a governmentünk az... Hát, egy contested governmentünk van Louis Napoleon Bonaparte vezetésével.
nem azt mondom, hogy ez így ideális, de mellett ütöttem a voksomat, úgyhogy most itt zajlik ez a Sam and the House of Bonaparte. A másik, ami zajlik, az a Great Hanga, ami French Legion Complete. Na, a Foreign Legion az meg lett. Szóval, ami wait for the famine to expire or raise the standing of your nation by 3 points. Szerintem ez, nem tudom, mennyiről mennyire? Nem derül ki. Hogy igen? 12.7-ig kéne felvinni. Ja, valószínűleg megvárjuk, még lejár. És mi a helyzet a francia idegen légióval? Felejtottuk ugye ezeket az idegen légió barakokat Oránban. Quartier-Vionnaux-nak neveztük el őket, és innen fog harcolni az idegen légió. Honor és fidelitás, vagy pedig a légió, az országunk, ez azért elég jó migration attraction-t ad. Itt ezekre a területekre, Constantine, Algier és Orán kap egy ilyen plusz 25%-os migration attraction-t és training rate-et. A All-Earned Fidelity, az pedig Moral Recovery, illetve az Armed Forces-nak dövekszik az elfogadottsága, politikai hatalma, és kicsit talán jobban is fognak kedvelni. Most is elég jól kedvelnek, szóval nem a tutorial. Legyen ez. Ez növeli a bonapartiságnak az előrehaladását. Legyen ez. Nem ment előrébb egy centit se. Na mindegy. Most már akkor mindenki boldog itt ezeken a részeken, mondhatjuk. Placio Porrest kidobták Venezuelából. Én is lementem mínuszba a bürokrácia tekintetében. Ugye az bürokrácia szint ez folyamatosan csökken, mondjuk kicsit nagyobb ütemben, mint szerettem volna. De ez ellen... hát ez ellen most már muszáj vagyok fellépni. Government administration képítésével. Ami pedig... hogy fog megtörténni? Kiváló kérdés. Government administration. Na hol van nagyon sok munkanélküli? Ez kiderül valahogy erről a képernyőről. Tax, upkeep, infrastructure. Nem. A munkanélküliek száma az nem egy fontos szám. Itt viszont van egy taxation capacity minus a low countryban. Meg máshol nincs. Vagyis itt main Anjou, ez a másik probléma. És ezzel ellen is jók az admin központok, de itt nincsen munkanélküliség, szóval ez nem az lesz, amivel megyünk. A Main Anjou az itt lesz. Main Anjou. Itt sincsenek munkanélküliek, szóval nem ide fogom építeni. Ide jön egy... Jó párat ki kell építeni, és jobb, hogyha egyszer építjük ki. Ide jön egy... Ide is. Most mindenhol, ahol munkanélküliséget látok, ott a bedobok egy kis government administration-t. Valószínűleg amúgy az olyan szintű itt a munkanélküliség, hogy szinte csak a barakoknak a nagyon nagy széles kiépítésével tudok majd bármilyen szinten harcolni ellene. Te kaptál? Te még nem kaptál. Government administration, itt van. De ez sem egy rossz megoldás feltétlenül, hogy a government administration-t ide szervezzük ki, hiszen 2 legyet tudunk egy csapásra, sőt 3 legyet tudunk egy csapásra. Az egyik légy az az, hogy a munkanélküliség picit csökken, bár nem tudom mennyi ember dolgozik itt, azt hiszem nem sok dolgozik egy government administration épületben. Increased employment, de ez a teljes szám, engem a szintek szerint érdekel. Administration... Show per level values, 5000 ember, tehát hogy ja, nem az fogja megoldani ezt a problémát. De nem egy rossz dolog. A harmadik, ugye az első, az a első légy, az ez volt, az admin pontunknak a termelése. A másik légy, vagy az első munkanélküliség volt, a második az, hogy termeljük az admin pontokat a segítségükkel. A harmadik pedig az, hogy ezek ugye ténylegesen növelik a taxation capacity-t, tehát abból biztos, hogy azelőtt megelőzzük, mielőtt még probléma lenne belőle. Szóval ja. Ennyi. Kéne nekem Marokkó. Valószínűleg igen. Nem akarok túl gyorsan terjeszkedni. Mit tud adni Marokkó nekünk? Vasbánya, rengeteg
a cél, nem a cél, a másik led. Némi szén, de nem túl sok. Jó, illetve talán az a legjobb, hogy így összekötnénk a területeinket. Ez itt szintén nem annyira érdekes. Arany, viszont van aranybányája a Marokkónak, amiért azért már mentek háborúba máskor is emberek. Úgyhogy lehet, hogy erre így érdemes lenne így ráfeküdni bizonyos szinten. Illetve a Manóvár nagyon megdrágult, de most itt pont épül egy shipyard. Ezt a befektetők építik, ezt a shipyardot. Ez pont 2 hét múlva fog elkészülni, és ez kicsit csökkenti a Manóvár hiányt, hiszen elkezdi majd termelni a Manóvárat. Szok jó. És akkor ugye az állam kifizeti világ összes pénzét a Manóvárért. Nem tudom, most viszünk-e ki például Manóvárat az országból? Szerintem nem. Nem viszünk ki Manóvárat. Artillerit viszünk ki az USA-ba? Azt viszont nem kéne, mert az tök drága. Ja, azt nem kéne kivinni. Mondjuk sokat is fizetnek, érte, felteszem. Svédeknek is visszük, nem, a svédektől hozzunk be artillerit. Mennyit fizetnek az USA-kok, érte? 17? Arra, 18 aranyat fizetnek, érte? Employee-annuality, tehát ez egy jó deal szerintem. 18 arany és 35 artilleri. Ugye az állam veszít rajta, viszont azzal, hogy jobban állnak így a kereskedelmi központok, így az viszont szegről végről segítség. Az kiderül, hogy ez az útvonal, ez mi megy át? Valószínűleg nem. Most egy filtert benyomtam, amit nem akartam. Alright. Ezek azok, amiket ugye manuálisan hoztam én létre. Ezek az útvonalak. Az érdekel, hogy valahonnan ez kiderül-e, hogy honnan. Itt van, okay, ezen megy át. Az látható, tehát innen indul. Akkor felteszem, ez a kereskedelmi központ a felelős érte. Ez az érdekes, hogy nem. Felteszem, hogy igen, de nem. Szóval... van. Nincsen elég explózív viszont a piacon, úgyhogy amíg ezt esetleg megoldjuk házon belül, addig hoznom kell be, ahol nincsenek robbanóanyagok. Király. Akkor viszont B-terv, ki kell építeni robbanóanyaggyárat lehetőleg egy olyan helyen, ahol már található chemical plant. Voltátok chemical plant, kérdezitek? I have no fucking clue. De valahol kell lennie. Nincsen chemical plant sehol. Őszintén meglep, de úgy tűnik, hogy nincs. Law enforcement egyen magasabb szintre lépett, a szuper. Lehet, hogy nem termelünk chemical plantet. Simán benne van a pakliban, de akkor elhozzuk Párizsba. És akkor itt nyitunk egy ilyen dolgot, ahol jelenleg a prior, tehát ugye artificial fertilizer az, amiket hozzunk létre, de a Leblanc process segítségével kevesebb fertilizerért cserébe tudunk robbanóanyagot is készíteni. És szerintem ez tök jó. Elkezdték importálni a vasamat, gondolom ez nekem annyira, hát nem volt vészes igazából, őszintén szólva. És akkor készülnek itt a government központok. Látjátok, egyik a másik után készül, és így pedig már plusz 174-en vagyok, ami a bürokráciát illeti. Botrány Île-de-France-ban. Bezártak egy kuplerájt. És nem más volt ott, mint Jean-François Mocard, aki a petit bourgeoisie-nak a vezetője. Le kell mondania. Le kell mondania egyébként. A bonapartista nagyon kedvelt. Vagy pedig megpróbálhatom elfedni a sztorit, de elképzelhető, hogy akkor ez... veszít a népszerűségéből 9 évig, mondjuk így is kedvelt lesz, vagy semmi nem történik. Próbáljuk meg. Oké, sikerült, szerintem. Sikerült megmentenünk őt a botránytól. Hogy ez nekünk miért jó? Ezt nem kérdezte senki. Oké, 10.3, tehát megy fölfelé az életszínvonal. A Great Hunger nem sokára timeout-tól. Ami azt jelenti, hogy nem tudom, biztos jó lehet volna megoldani. De szerintem nem sikerült, úgyhogy most kapunk valami eseményt, hogy ennyi, bár, hát hogy elmúlt a Great Hunger, de hát jó dolgok nem történtek vele. Remove from journal. Oké, semmi nem
eredménye nem lett. Tehát ez is benne van a pakliban. A Presidential Republicnak egyébként vannak itt támogatói. Ez mennyire lenne egyébként jó nekem monarchiából átmenni prezidenciális köztársaságban? Monarchia ad a földbirtokosnak 25%-kal több politikai erőt, 200 authority, amiből 130 pluszban vagyunk, plusz 20 legitimáció, a presidential ehhez képest plusz 100 authority, tehát még így is pluszban maradnánk, elveszi a hatalmat a földbirtokosoktól, és a legitimáció a szavazatokból nagyobb mértékben származik. Viszont nagyobb a büntetés az ideológiára, hogyha különböző ideológiai pártok vannak a kormányzatban. Ha ezt megpróbálnánk beadni, akkor... Hát vannak, akik... a katolikusok nagyon nem örülnének, és a földbirtokosok is igencsak radikalizálódnának. A földbirtokosok... alapvetően a játéknak a célja... általában... hogy a földbirtokosoktól minél több hatalmat vegyünk el, és adjuk át a nem földbirtokosok kezébe, és nem is az egyház kezébe. Úgyhogy összességében mindig jó, hogyha egy törvényen sikerül a földbirtokosokat lehezebb helyzetbe hozni, csak nem mindig éri meg. Jó, most azt mondom, hogy kezdjünk el inkorporálni téged, ez 21 év, meg téged, ami szintén 21 év, és még így is a... nem fér, vagy így már nem fér bele az, hogy Konstantint is elkezdjük. Még újabb központokra lesz szükség. Oké, velem lehet beszélni. Egyelőre még a pénzünk jól áll, úgyhogy még építkezhetünk tovább. Minden, tehát most nem tudom, építek újabb ötöt, mondjuk, olyan területeken, ahol kihívás a munkanélküliség. Úgy aztán kihívás Poitiers-Santonban. És itt még csak most épül az első adag ebből az épület típusból. Ez már biztos több mint 5. De legyen meg. Meg építsünk nyugodtan, tehát abból baj nincs, hogy több van. Mert akkor legalább az institutioneket ki tudjuk építeni jobban. Gondolom. Munition plan, miért teljesít ennyire rosszul? A robbanóanyagok magas ára miatt teljesít ennyire rosszul. A robbanószergyár, akkor egyébként ezt előre hozhatnánk. Government construction up, 21 hét múlva ez kész lesz, és akkor az is, nem azt mondom, hogy helyreáll, de kicsit ideálisabban alakul. Szóval, Sultanate of Morocco, vannak neked a barátaid? Nincsenek, kiváló. Van-e rád claimünk? Szerintem nincs. Return state? Várj, nekem ezekre van igényem? Ez itt egy igény. Ez itt egy nem igény. Ez itt egy igény. Jó, nagyon jó. Akkor mondhatnám azt, hogy még Dominion, tehát nem is kell nekem közvetlenül elfoglalni, bár az aranybányák miatt én vevő lennék arra, hogy közvetlenül elfoglaljuk Marokkót. Treaty Ports. Return States. Azért mennénk, ugye itt vannak az aranybányák belső Marokkóban. Igen. De azért mennénk, hogy ezt returnolja, és a többiknek csak elfoglalni. Most nincsen aggressive expansion, igaz? Reputable. 4.5. Nem jelentős. És valószínűleg a return state az annyira nem is ad hozzá. 4.7 infamit adna hozzá. A Marokkó ellenünk van, de Ausztria mellettünk lenne. És ezek meg aztán majd eldöntik, hogy hogy érzik. Én ezt jónak érzem például ezt a dolgot. Úgyhogy... Greek obligation expiring. Le fog járni a görögök obligationje. Azzal nem tudunk mit csinálni, igaz? Nem tudjuk rávenni őket semmire. Diplomacy, igen. Interaction. Absolve obligation. Kicsit meg kell, jobban kedvelne minket. Most kooperatív, ami plusz 75, és még jobban kedvelne. Nem biztos, hogy ez szükséges, de persze kezdjünk el vele barátkozni, mert miért ne. És ezt például nem fogadja el. Hogyha ezt elfogadna az Alliance meg a Defensive Paktot, de nem vagyunk elég jó viszonyban még hozzá.
és ezeket is csak az obligation miatt, a leköteleződés miatt, elköteleződés miatt fogadná el. Trade agreementet abszolút nem, mert nincsenek a piacaink között jelenleg utak. De csak ezért, kb. Ja, mert én nem trade agreement, hanem én ezt akarom custom unionba akarom őket behívni. Base reluctance minusz 100. Ja. Protectorate az nyilván nem működik. Akkor kicsit várj, majd mindjárt megyünk. De, vagy nem tudom. De hogy itt én megkezdek egy ilyet, hogy belső Marokkót visszaadni. Egy ilyen diplomáciai játszmát. És dobjunk még rá egy-két dolgot. Az összes return state-et, amit lehet. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy Alrifet kell csak elfoglalni. Return state, return first, Advor goal, conquer state, Alrif. Ez most mennyi? 34.1, uff, ez kis is sok, de majd lekattog, remélem. És még akkor mondhatok olyat neki, hogy... nincs több, amit mondhatok neki. Pedig én gondoltam még egy-két dologra, na mindegy. És ezek közül primaryhez hozzáadhatnám, ugye az az értelme annak, most ha belemegyünk a háborúba, ezt mindent el tudom kérni. De hogyha visszalép a háborúból, akkor csak a primary war goalt veszíti el, magyarul megkapom ezt a folyosót, belső Marokkót, és ezeket pedig mind megtarthatja. De hogyha hozzáadnám a war goalhoz ezeket, akkor megint más lenne a helyzet. Szvélyelés, az nem tudom mennyibe kerül, de nem is annyira érdekes, csak hogy lássuk, hogy komolyan gondolom, én ezeket a srácokat mozgósítom. És tudom, hogy van egy ilyen promóciós dolog. Army for the promotion of Brigadier General Bertin Klausel. Hát ez pont ez az arc. Persze, persze, menjél, tessék, ki vagy nevezve. Gratulálok, nyertél is magadnak egy frontot. Oda tessék előre haladni, thank you. Oké. És akkor nézzük, hogy pontosan, hogy alakul így a háború. Ausztria és Marokkó is elkezdte a mozgósításokat. Ami, hát nyilvánvaló, csak attól még nem örülök neki. Még annyi, hogy innen, hol van még egy hadsereg? Itt van 85 ezer, ez a 15 ezer ember. Ezeket én mozgósítom, és csak annyit mondok neki, hogy ide a frontot gyere védeni. Csak hogyha ott kitalálna, hogy ott akar áttörni. És nyilván nem mozgósítok mindenkit, mert szerintem fölösleges. Szerintem így is meg át tudunk menni. Amennyiben mondjuk csatlakozna bárki más a háborúhoz, akkor persze azt mondom, hogy sure. Akkor a teljes haderőt be kell vetni. Jelenleg nem gondolom, hogy erre szuper szükség van. Oké, itt az Government Administration újabb épülettel gazdagszik, vagy gyarapszik, és most megmerem azt csinálni, hogy itt elkezdünk egy incorporation-t, még ha cserébe lemegyünk minusz 18-al a balancban, de nem sokára megépül a többi épület, és akkor jó lesz. City of Plenty, ez a legjobb esemény, Let them celebrate, Île-de-France-ban, és az USA meg azt mondja, hogy riválisok lettünk. Az oszmánok beálltak a Marokkó mellé. Na ez viszont izgalmas, mert az oszmánok elég sokan vannak. Igen, az oszmánok elég sokan vannak. Jesus fucking Christ. Jó, semmi gond. Ugye mondhatnám, talán a britek is hajlandóak lennének Marokkó mellé beállni. Akkor viszont én kérem a spanyolokat, hogy transfer subject... Törökországtól a Tripolitániát pont nem tudom átadni, mert nincs elég manőverem. Na, ezt jól lerontottam. De ilyen offer obligation-nel behívhatjuk a spanyolokat, de szerintem nem kell feltétlenül. Nem kell feltétlenül. Uncertain. Nem nagyon szívesen lennék elköteleződve feléjük, viszont akkor csináljunk egy olyat, hogy itt mozgósítok újabb embereket. Te ki vagy? French HQ, tehát itt van ez a szakállas dude, őt is mozgósítom. És mondjuk erre a frontra elküldjük advancolni. Több front szerintem nincs. Van ez a két front. Ja, itt nincsen közös front.
Azt szerintem egyébként elég lesz. Oda. Aztán ha nem, akkor nem. Rengeteg pénzt veszítünk. És nincsenek interesztjeim kiadva. Legyen interesztem. Nem tudom. Hol érdemes. Itt. Tudom én, legyenek itt. Majd aztán megváltozhatom, hogyha úgy érzem, hogy nem. Szóval az USA-val riválisok lettünk, az nem... Az nem egy olyan dolog, amit én nagyon szerettem volna. Ez lehet, hogy annak köszönhető, hogy kicsit túltoltuk a biciklit. 33.4-es overextension-nel. És akkor a háború, ez szinte biztos, hogy így nem fog kihátrálni belőle Marokkó. Az USA damage-eli a relation-öket, de nem csatlakozik be a háborúba, igaz? Mert az viszont, az nagyon rossz lenne. Illetve a britek se csatlakozzanak már be, létszi. Az nem, az fájna. Akkor valószínűleg nekem be kell írni a spanyolokat egy obligation ígérettel. És azt nekem nem kell, köszönöm. Az available decision ez mindig átver. Az igazából nem kell oda nekem, köszi. Hogy állunk a gyárral? A chemical plant az készül get. Nem sokára elkészül. És akkor ide érkeznek még harcosok, úgy látom. Nekem is, oké, legyen az, hogy Okitániában lehozok egy új generált. Vagy ide? Itt vannak most? Itt van 14 ezer ember, aki nem csinál semmit. Akkor első körben ide hozzunk le egy új tábornokot. Ezt a 14 ezer embert felkarolni. És a fegyveres erőknek adom ezt. Open terén. Tactful. Offensive planner. Te leszel a emberem. Nulla reserve, tehát akkor most itt lett nekem, ő igaz, North Africa. Téged mobilizálunk, és téged is előre küldünk erre a frontra. Igen, azt akartam nézni, hogy, hogy tudunk-e még valamit wargolként hozzáadni. Hát war reparation-t végül is tudunk a törököktől elkérni, hogyha elveszítenék a háborút, és akkor szerintem ugye 25 ilyen manőverem van, hogyha ezt beadom, akkor az azt jelenti, hogy már nem fogom tudni behívni a spanyolokat. De szerintem nem lesz rá szükség. Úgyhogy a törökök war reparation-it azt még hozzápasszintjuk. Mást azt hiszem nem lehet. A többi már drága. Már ezekre nincsen, ezekre már nincsenek pontjaim. Nem hiszem, hogy van valami 15-ért, vagy akár 10-ért. Ott volt egy 18-as, az majdnem jó lett volna. De ennyit tudok így hozzátenni az egészhez. És akkor itt fognak egymásnak feszülni első körben a hadseregek, meg aztán picit itt Boszniánál. 107 ezer, meg ugye nekem 60 ezer és 95 ezer, aki Ausztriának a, vagy Ausztria küldöttei. Most, hogyha így maradok, ez egy viszonylag izgalmas háború lesz, úgyhogy kíváncsi leszek rá. Ide nem nagyon küld az oszmánok, nem nagyon küldenek hadsereget. Itt azért küld valaki valamit, ott abból lehet gond. Na várjál, akkor még egy mozgósításra szükség lesz. Ide kell egy generál, kisebb offensive planner, nincsen defensive planner? Az nincs. Pilager, tactful, open terrain commander, ez itt nem flat terrain, tehát hogy az nem lesz jó nekünk oda. Meticulous, offense defense, ugyanaz, offensive planner, surprise maneuver. Ez cruel, ez nem jó, pillager, ez abszolút nem jó. Tehát ezek közül valamelyik. Akkor legyen a meticulous. És akkor őt most elvileg ő, Nikola, nem. A Okitáni, aha ő. Armand de Brolier. És őt is berakjuk ide védeni ezt a frontot. A konvojaink azok eléggé lecsökkentek. Jó, meg véget ért az a szakasz, hogy be lehet csatlakozni a háborúba, úgyhogy most már nem fog bejönni a Nagy-Británia, meg igazából senki. Nagyon kis mértékben, és hogy biztos, hogy lesz háború, nagyon kis mértékben mozgósított Ausztria. Úgyhogy nem tudom ennek pontosan mi lesz a vége, de kiderül a következő epizódban. Köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!